A 100 éves Bicskei Ferencné meghatottan ült ma a szociális otthon ebédlőjében. Ma mindenki őt ünnepelte. A város nevében hegedűságot a alpolgármester virággal, emléklappal köszöntötte Julika nénit. Nagyon különleges, én is így gondolom, mert Cegléd városában 200 éves van most jelen pillanatban, és az egyik Julika néni, másik pedig egy fiatal ember, aki 102 éves lesz a jövő évben. Kívánok még hosszú, boldog éveket itt ebben a közösségben, mert én úgy gondolom, hogy aki itt él ilyen szép kort meg, az jól érzi magát itt. Az ajándékcsomagot pedig Kónya Ágnes önkormányzati képviselő adta át az ünnepeltnek. Julika nénit az intézmény vezetője, Szabóné Kökény Erzsébet és a lakók is köszöntötték. Az ünnepelt meghatódva fogadta az ajándékokat és a verseket, énekeket. A 100 éves Julika néni otthon dolgozott férje mellett, aki fodrász volt. Egy fia és 5 unokája született. Mind a mai napig jó egészségnek örvend, fizikailag és szellemileg is. A szépkorú asszony a hosszú élet titkáról is beszélt. Imádkozzál és dolgozzál, megsegít az Isten. Nagyon sok bajunk volt, elmondani most azt nem lehet, képzelje el, 1935-ben végeztem. Utána 40-ben esküdtünk párommal, és bizony jöttek a problémák, bajok, de mindent elszészeltünk. És most itt vagyok, ide kellett jönnöm. Végtelen szeretetbe csöppentem vagyok. Hálás köszönet az intézet összes vezetőinek, nővérkéknek, mindenkinek, mert én csak jó szót kaptam mindenkit. Julika néni nagyon jól érzi magát az otthonban, jóban van a lakókkal és a dolgozókkal is. A születésnapról természetesen a torta sem maradhatott el. Az ünnepelt a kívánsága után a gyertyát is elfújta. Nagyon szépen.